Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kondorosi Önkormányzati Hírek 2020. szeptemberi adását látják. Műsorunk tartalmából. Elsőként Ribárszky Péter kondorosváros polgármestere számol be a városunkban jelenlegi zajló felújításokról és fejlesztésekről. Majd Németh Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával a kondorosi trianoni emlékmű átadó ünnepségen készített riportunkat láthatják. A turizmusfejlesztés Békés-Szentandrás, Kondoros és Csabacsüd településeken projekt keretén belül, kívülről és belülről is átalakuláson ment keresztül a Kondorosi Csárda Múzeuma. Ebből az alkalomból beszélgetünk Paluska Zoltánnal, a kivitelezés műszaki ellenőrével. A műsor második felében Lavrinyecné Trinyik Judit, a kondorosi Petőfi István Általános Iskola intézményvezetője, a tanévkezdéssel kapcsolatos tapasztalatokról, előírásokról és a jövőbeni feladatokról számol be. Örömteli esemény, hogy a Babastart program keretében településünk három újszülöttjét és szüleiket köszönthette városunk polgármestere. Műsorunk zárásaként Litauszki Beátával, a kondorosi védőnői szolgálat munkatársával az augusztusi Anyateljes Világnap és Anya Wellness Nap kondorosi rendezvényéről, valamint a jövőbeni programokról és feladatokról láthatnak riportot, majd városunk szépkorú polgárait köszöntjük. Június 12-én Orbán Viktor miniszterelnök úr megtisztelő meghívását elfogadva Ribárszky Péter kondorosváros polgármestere Budapesten a Karmelita Kolostorban a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének Igor Matovics úr tiszteletére adott díszebédén vett részt. A magasrangú eseményre olyan közéleti szereplők, országgyűlési képviselők, polgármesterek, intézményvezetők, nemzetiségi önkormányzati tisztviselők kaptak meghívást, akik munkájuk révén sokat tettek, tesznek és tehetnek hazánkban a szlovák kultúra, a szlovák nyelv és a szlovák hagyományok fennmaradásáért. Kondorosváros önkormányzata a szlovák nemzetiségi önkormányzattal és a szlovák klubbal összefogva a jövőben is azon munkálkodik, hogy a szlovák hagyományokat, a nyelvet településünkön fent tudja tartani, valamint az utánunk jövő generációk számára örökül tudja hagyni. Városunk lakói és látogatói is örömmel tapasztalhatják, hogy számos fejlesztés van folyamatban Kondoroson. Stúdióban köszöntöm Ribárszky Péter polgármester urat, akit ezekről a fejlesztésekről fogok kérdezni. Köszöntelek, polgármester úr! Beavatnál minket abba, hogy a jelenleg folyó fejlesztések milyen stádiumban vannak? Köszöntelek benneteket, köszöntöm a nagy tisztelettel az önkormányzati hírek nézőit, valamint köszöntöm a stábot, a stábtagokat. És szeretnék számot adni arról, hogy milyen fejlesztések vannak folyamatban a városban, azok milyen stádiumban állnak, valamint talán abba is beletekintünk, vagy betekinthetünk, hogy milyen terveink vannak. Elsőként engedjétek meg, és engedjék meg a nézők, hogy használjak egy kis silabuszt és egy kis okost, mert hogy hála Istennek olyan szép számú fejlesztések vannak folyamatban, hogy ezt már nem lehet észben és fejben tartani. Ehhez már muszáj használni egy kis táblázatot és egy kis okost, ami engem segít abban, hogy eligazodjunk, hogy ténylegesen hogyan állunk. Nem túlzottan mélyednék bele abba, hogy egy-egy projekt keretében milyen műszaki tartalmat valósítunk meg, mert már több ízben számoltunk be erről, valamint én jó magam is adtam erről számot és hírt, inkább az állásáról és hogy mikor lehet ennek végeredménye. Két gazdaságfejlesztési projektünk, a piac és a hűtőház kivitelezése, az azt gondolom, hogy látványos, ahogy a felvezetőben említetted, nem csak a kondorosra látogatóknak, hanem a kondorosi polgároknak is egyaránt látványos, hisz mindig más képet mutat a fejlesztés, és úgy szépen lassan nő ki, mint a gomba a földből, mind a két fejlesztés. Mind a két fejlesztés ebben az évben be fog fejeződni. A hűtőházunk fog valamikor október-november környékén elkészülni, de már ott is azért látható, hogy maga az épület az jól áll. Már a hűtéstechnikát szerelték a múlt héten, és szerelik még a héten, és hogyha valaki majd betekint, persze most ez egy munkaterület, de ha betekintene az épületbe, az épülő csarnokba, akkor azért már tényleg egy ilyen hűtő kinézete van az egész komplexumnak,
és mindez, mint ahogy említettem, ebben az évben el is fog készülni. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések közül melyik lesz az első, amelyik elkészül? A piacot fogjuk tudni elsőként átadni, és elsőként el fog készülni a fejlesztési csomagból. Az azt jelenti, hogy ebben az évben, ha minden jól megy, és az időjárás is kegyes és velünk van, és a pandémia nem gördít elénk akadályt, akkor október végével ezt a fejlesztést át is fogjuk tudni adni. Ami azt jelenti, hogy a piaci árusok és a piaci vevők még az őszi időszakban elfoglalhatják a helyüket a új piacon, és belakhatják, kipróbálhatják az új piacot, és természetesen ez azért is épült, nekik épült, és a kondorosiaknak épült, úgyhogy már ezt nagyon várjuk, hogy elkészüljön. Az új piacnak mekkora befogadó képessége van, mennyi árust bír el majd? Amikor a piacot elkezdtük tervezni, az új piacteret, akkor figyelembe vettük azt, hogy jelenleg a kondorosra járó és a kondoroson portékákat áruló árusok körülbelül mekkora helyet foglalhatnak el. Természetesen ezt át kellett fordítanunk már azért egy modern keretek közé, és itt már asztalokon történik majd az új piactéren az árusítás, nem úgy, mint működik ez most, hogy ki kocsiból, ki földről, ki kerékpárról, kosárból. Ez most már egy modern szintér lesz. És így került meghatározásra, hogy 60 darab asztal került telepítésre a piactéren, és itt kell majd elférniük a piacon árusítóknak, ami azért azt vonja maga után, hogy egy picit mindenkinek össze kell húznia magát, de én biztos vagyok abban, hogy el fognak férni az árusok a piac területén, és már látható, aki arra jár, hogy lesznek olyan asztalsorok, amelyek a fix tető alatt és a fedés alatt kerülnek majd felállításra, és lesznek olyan asztalsorok, amelyek most jelenleg kint a burkolt területen, de azok is egy napvitorlával árnyékolhatóak lesznek, tehát nem kell senkinek attól férni, hogy akkor most ott a leburkolt felületen, egy nyári melegben akár 40 fokban ott megfő a portéka, mert az árnyékolásról gondoskodunk a projekt keretében. A piac után mi következik majd? Melyik várható? Hát ott megyünk szépen sorba, és a turizmus fejlesztés, ami egy csomag, mert ott 4 helyszín érint a projekt megvalósítás. Ebből már 2-n mondhatom azt, hogy túl vagyunk, ez bizonyára a kondorosiak, akik nézik az adást, ők nagyon jól tudják, hogy a csárdát júliusban átadtuk, a megújuló csárda múzeumot, ami nagyszerűen teljesít azóta is, és közkedvelt célpontja, mondhatom azt a turistáknak és a kondorosra látogatóknak, de természetesen a kondorosi polgároknak is. A második helyszín a Batthyány-Ingelyes vadászkastély kertjében lévő kápolnának a felújítása, ami szintén megtörtént, és ebben az év júniusában került műszakilag átadásra, és még 2 helyszínen folynak a fejlesztések. Egyik a lovaspálya szomszédságában kialakítandó kulturális hagyományőrző központnak az építése, ami jelenleg zajlik, valamint a másik, ami szintén egy szembeötlő és szembetűnő a kondorosiaknak, az pedig a tónak, a város központjában lévő tónak és a tó szigetének és a tó környezetének a fejlesztése. Ez folyamatban van, mind a kettő ez év vége fele, az azt jelenti, hogy november 30-ával fog majd zárulni, és még ebben az évben át fogjuk tudni majd adni, és ez is azért egy szép jó fejlesztés, és szépé teszi, még szebbé teszi, talán inkább fogalmazhatok így a városnak a központi részét. A következő egy kerékpárút fejlesztés, amiről már sok ízben és többször tájékoztattuk a közvéleményt. Ugyan eddig beszéltünk róla, de kézzelfogható jele és nyoma még ennek nem volt, de hamarosan eljutunk abba a stádiumba, hogy most már ténylegesen munkagépek is meg fognak jelenni és hozzá fognak látni majd a munkához. Itt azért is a lassúság, mert egy 500 millió forint értékű projektről beszélünk, aminek a közbeszerzési értékhatára is már olyan nagyságrendet képvisel, ami miatt az eljárásrend 3 hónapig tart,
ami most jelenleg amúgy folyamatban van, illetve már mondhatom azt, hogy a közbeszerzésünknek a végstádiumában vagyunk, ami azt jelenti, hogy hamarosan meg fogjuk tudni majd kötni a kivitelezői szerződést. Reményeink szerint ez heteken, pár héten belül meg tud történni, utána átadjuk a kivitelezőnek a munkaterületet, és ő belevetheti magát a munkába. Ez, mivel előttünk áll sajnos egy tél, és a tél nem igazán az építéseknek az időszaka, ezért ez a fejlesztés, ennek a fejlesztésnek az elkészültje az jövő április-május környékére, nyár elejére inkább annyira datálható, és akkor ebben épül meg az új kerékpárút az M44-es csomóponton át a Batthyány-Gerjes kastély irányába, valamint felújításra kerül a meglévő kerékpárút Szarvas irányába, rá is fér. Úgyhogy nagyon várjuk már ezt is, hogy ez meg tudjon történni. Következő a Zöldváros projektünk, amiről megint mondhatom azt, hogy már sokat beszéltünk, de ezt ha lefordítjuk közérthetőre, akkor a ruházati áruháznak a kereskedelmi és szolgáltató központtá alakítása fog megtörténni. Itt szintén tervezési stádiumunknak mondhatom azt, hogy a végén járunk. Októberre fogják tudni teljesíteni az engedélyeknek a megszerzését, valamint akkor készülnek el a kiviteli tervek. Utána elindulhat egy közbeszerzési eljárás, szerződéskötés a kivitelezővel, akit kiválasztunk, és azt követően ugorhatnak fejest a munkába, tehát azt mondhatom, hogy 2021 évben lesz látványos az, hogy át fog alakulni a ruházati áruház, illetve nem csak az, hanem az ő udvara, valamint a Csabai úti épület rész, ez így fog egy egységet alkotni. És talán annyit kecsegtetésként és hívogatásként annyit elárulhatok, hogy a tervezőkkel közösen próbáltuk a fiatalabb és a fiatal korosztálynak a szórakozási lehetőségeit számba venni, és annak a tárházát bővíteni a városnak a belterületén, mert hogy több ízben fogalmaznak meg véleményt a fiatalok, hogy Kondoroson mit lehet csinálni, amiben van igazság is, meg nem feltétlenül mindig tudok egyetérteni ezzel, de amikor arra gondoltunk, vagy próbáltuk kitalálni, hogy akkor milyen tartalommal, hasznos tartalommal töltsük ezt meg, akkor azért tényleg elsőként az ifjúságot vettük számításba. És akkor egy pár gondolat, lesz egy streetball pálya, kerül majd kialakításra, egy telepítésre kerül egy techball asztal, tehát ezek eddig mind labdajátékok, valamint azért a szórakozás irányába is elmegyünk, és tudjuk, hogy a mai fiatalok fülbedugva, telefont nézve, YouTube-ot hallgatva élik az életüket, de azért próbáljuk ebből kiszakítani őket, és próbáljanak meg közösségi életet élni. Egy szép méretű kivetítő fog helyet kapni majd egy homlokzati felületen, amire éppen rá tudnak majd csatlakozni a saját telefonjaikkal, képet elküldeni rá, zenét kihangosítani, és így mehet a labdajáték közbe. Tehát ez az elképzelés. Nagyon remélem, hogy miután megkapjuk a terveket, akkor a végleges kiviteli tervben is ezt fog visszaköszönni, és ténylegesen majd a megvalósult műszaki tartalom is ezt fogja visszaadni, és reméljük, hogy a kondorosi ifjúság is ezt fogja díjazni. Úgyhogy jövőre, 2021 lesz ennek az időszaka, amikor ez el fog kezdődni, de még ehhez ugye mondhatom, hogy a polgármester hivatalnak az udvarát is felújítjuk, parkolókat építünk, tehát ez is azért egy közel 300 millió forintos fejlesztés, aminek azért mondhatom, hogy erős nyoma lesz a város fejlesztésében, illetve hát a magában a városközpont kialakításában, vagy kinézetében. A Zöldváros projekten túl esetleg van még olyan folyamatban lévő pályázat, amit még nem kezdtek el itt Kondoroson, de várható majd, hogy elkezdik, és látványosabb lesz ugyanígy. Igen, a kérdés az jó, mert hogy a háttérben zajló munkálatok kevésbé látványosak a kondorosi
polgároknak azért az onnantól látványos, amikor megjelenik egy-egy munkagép, és valami történik, és nő ki a földből, de azért mindezt hosszú hónapok munkája előzi meg, és a kérdésed azért jó, mert valóban van ilyen. Tájékoztattam ugyan én a közvéleményt, de nem baj, hogyha beszélünk erről. Top forrás keretében két pályázat ott is nyertünk, amit támogatási szerződést már ugyan megkötöttük, el is indultak a tervezési munkálatok, de még ennek is azért a fizikai megjelenése ez majd a jövő évtől várható. Egyik az a bölcsödénknek a fejlesztése, amit elnyertünk. Ez egy 137 millió forint értékű összeg, amit itt a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsöde udvarán fogunk elkölteni. Itt a meglévő bölcsöde épületünkhöz fogunk hozzáépíteni egy 14 fős 50 négyzetméter alapterületű plusz bölcsödei csoportszobát. Természetesen még a bölcsödei csoportszobához az egyéb kiegészítő helyiségek, vagy kiszolgáló helyiségek is létesülnek, valamint maga a játszó udvar is új játékokat kap, és azért, mivel a jelenlegi bölcsöde udvarból el fog csípni az új épület szárny, épületrész helyet, ezért az Ovi udvar is egy picit át kell alakítani, hisz az Ovi udvarból kell visszaadni a bölcsödének, hogy meglegyen a megfelelő négyzetméter, megfelelő alapterületű játszó udvar. Úgyhogy, mint ahogy említettem, jövőre. És a másik ilyen kevésbé látványos pályázatunk az pedig egy belvízfejlesztés, ami mondhatom talán örömmel, hogy nem fenyeget most már minket, hála Istennek, évek óta a belvíz elöntés, de azért az ördög nem alszik, és a jelenleg üzemelő belvízvédelmi rendszerünkre azért kell fordítani erőt és energiát. Ezért is pályáztunk ezen rendszerünknek a fejlesztésére, ami egy szintén közel 135 millió forint, és itt talán ebből, ami látványos lesz, az a belterületi záportározónk, amit említettünk itt a turisztikai projektnél is, vagy a Varodai tó, ahogy mindenki ismeri, annak egy 5500 köbméteres iszapkotrása fog megvalósulni, valamint ott beépítésre kerül egy vízszintszabályzó szivattyútelep is, de mondhatom azt, hogy, és nem is bennék abba bele, hogy most utcákat soroljak, hogy mely utcákban kerül zártá tételre a jelenleg üzemelő belvízvédelmi rendszer, vagy éppen hol kerül a földmedrűből burkolásra a működő rendszer, mert ebben nem mennék bele, de lényeg az, hogy ezt a meglévő üzemelő rendszerünket fogjuk fejleszteni. Röviden, tömören talán ez a kettő, ami még nagy értékű pályázat és megvalósítás alatt van. A Magyar Falu programról már volt szó korábbi adásokban. Az volna a kérdésem, hogy van-e a projekten belül változás, előrelépés, lehet ezekről bővebben tudni? Mondhatom, hogy igen, és hála Istennek, hogy igen, ugyanis több benyújtott és már több sikeresen elbírált pályázattal rendelkezünk. Ha jól emlékszem vissza, akkor örömmel adtunk hírt arról, hogy az orvosi rendelő fejlesztésére, háziorvosi rendelő belső tereinek felújítására nyertünk el egy közel 11 millió forintos összeget, és ezt követően pedig érkezett az örömhír, hogy útfelújításra is nyertünk pályázati forrást, itt 20 millió forintot fogunk tudni majd elkölteni, meglévő önkormányzati tulajdonú szinárt burkolatú útnak a felújítására, ami egy szép összeg, de azért a mai bekerülési árakat figyelembe véve sajnos nem tudunk egy komplett utcát újra aszfaltozni ebből, ezért kiválasztottuk a jelenleg városban leginkább felújításra szoruló utcát, és így esett a választás a Kölcsey utcára. Már tavaly egy részt a Ne felejts utca és a Kölcsey utca kereszteződésében, ami talán mondhatom azt, hogy járhatatlan volt, tavaly egy pályázatból egy kis szakaszt felújítottunk, és ezért is esett a választás a Kölcsey utcára, hogy ezt tudjuk folytatni. Így összesen
Mint ahogy említettem, 20 millió forintot fogunk erre elkölteni, és a lokális, szakaszos, legrosszabb szakaszoknak az újraaszfaltozását fogja ez jelenteni, és ez még örömmel mondhatom, hogy ebben az évben meg fog történni, tehát az utcában lakók, vagy az arra közlekedők már az idei év harmadik, negyed évében már birtokba vehetik a felújított utcát. És akkor örömhír továbbra is, hogy ugyan egy kisebb összegű pályázat, de annak is nagyon örülünk, ami egy eszközbeszerzés, illetve egy fejlesztésnek fogható fel, az pedig a Városi Művelődési Ház belső rekonstrukcióját jelenti. Itt úgy gondoljuk és úgy látjuk, hogy a belső tereknek a festése az megérett már egy tisztasági festésre és egy kis röpke felújításra, valamint aki nyári időszakban járt már a művelődési házban, az tudja, hogy meglehetősen meleg van, ezért nem is volt kérdés, hogy ha pályázhatunk ilyenre, akkor klimatizálásra kell pályázni, és illetve arra is. Így mondhatjuk örömmel, hogy két klíma beszerelése fog megtörténni, valamint teljes festést fog kapni a művelődési ház belülről. Másik kategóriája a Magyar Falu programnak a benyújtott, de még el nem bírált pályázatok, ugyanis hála Istennek szép számmal jelennek meg pályázati lehetőségek az 5000 fő alatti településeknek. Ez lehet, hogy egy picit képzavarba kerülhetnek a kedves nézők vagy a hallgatóság azzal, hogy Kondoros város, de Magyar Falu programban akkor miért is pályázhat. Tehát a kulcsszót szerintem most mondtam el ezzel, hogy 5000 fő alatti települések pályázhatnak, és városi rangú települések is, ezért tudunk mi is hála Istennek minden egyes megjelenő kiírásra benyújtani pályázatot. Így történt ez, amikor a tanyai és falugondoki buszok beszerzésére vonatkozó kiírásra benyújtottuk a pályázatunkat, és itt 15 millió forint összeghatárig lehetett pályázni, mi ezt próbáltuk kimaximalizálni, és egy 8 személyes, minimum 8 személyes tanyagondnoki busz beszerzésére nyújtottuk be az igényünket, és várjuk azt, hogy remélhetőleg és reményeink szerint ez pozitív elbírálásban részesül. Amennyiben nem adjuk fel, jövőre is lesz program, jövőre is pályázunk tovább. Valamint egy nagyon aktuális és friss információ, ugyanis ezen a héten és jövő héten kerülnek benyújtásra újabb Magyar Falu program pályázatok. Itt az óvodai tornaszoba felújítására egy 14 millió forintos fejlesztést raktunk össze, és reméljük, hogy ez is sikerrel fog majd járni, hisz az óvodai épület együttes, fogalmazhatok így, mert eléggé el van aprózva, jó állapotban van a felújításoknak köszönhetően, de azért még mindig ráfér némelyik épületre a fejlesztés, és az óvodai tornaszobára esett most így a kiírás alapján a választás, ahol melynek eredményeként, inkább így fogalmazok, meg fog újulni, amennyiben nyertes a pályázat. A temető fejlesztés vonatkozásában útfelújításra nyújtunk be pályázatot, itt 2 millió forint összegig. Akik járják a temetőt, nekik nem kell mondani, hogy az önkormányzati tulajdonú, itt azért ezt ki kell hangsúlyozni, mert önkormányzati és egyházi tulajdonú a belső úthálózat, de itt jelen esetben az önkormányzati tulajdonú belső úthálózat lokális felújítására nyújtjuk be a pályázatunkat. Továbbá 2 millió forint, szintén 2 millió forint összeghatárig, építési telek kialakítás és közművesítésre, itt pedig egy romos állapotú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a ingatlan bontását követően egy közművesített telket fogunk tudni majd így kiajánlani a Kondoroson építkezni vágyó fiataloknak. Úgy röviden tömören a Magyar Faluról ennyit, és azért még Magyar Falun kívül, de még ehhez a beszélgetéshez tartozóan még azért annyit talán el kell mondani, hogy benyújtásra került szintén egy pályázat, ami egy belügyminisztérium által kiírt fejlesztés, ez 20 millió forintot takar maga a pályázat
bruttó összege és belterületi járda felújításra nyújtottuk be most ezt a pályázatot. Korábbi években ezen nyertes pályázatból tudott megvalósulni a Hősök utcának az aszfaltozása, tavalyi évben az Iskola utcának az aszfaltozása, és most úgy döntöttünk, hogy a városban nagyon sok felújításra szoruló járda szakasz van, ezért ezt a 20 millió forintos fejlesztési elképzelést most a járdákra nyújtottuk be, és most a járdákra fókuszálunk, amennyiben ez nyertes lesz. Így a beszélgetés végére pedig 2016-ban egy picit visszaugrottunk az időben, vagy visszaugrunk most a beszélgetésben az időben. Benyújtottunk egy szabadidő és sportpark kialakításra vonatkozó, inkább talán azt mondom, hogy igényt, mert ez egy igénybejelentés volt, ami hosszú évekig váratott magára, és itt homály fette, és csend volt e körül, míg most a nyár folyamán érkezett egy szívhez szóló üzenet, és egy örömteli hír, hogy megítélték nekünk ezt a kültéri sportparkot, melynek keretében 15 darab kültéri fitnessgép kerül telepítésre, és ezzel is szolgálva a sportolni vágyó gondorosiakat. Ennek a helyszíne, ez vélhetően a Betyárkaland játszótér szomszédságában, tópart környékén lesz. Nekünk annyi volt a feladatunk ebben, és azért is mondtam, hogy igényt kellett benyújtanunk, hogy meg kell mutatnunk a helyszínt, és ez tőlünk függetlenül, ez központilag történik a kivitelező kiválasztása, a telepítés, úgyhogy mi is várjuk, hogy egyszer csak érkezzenek a kivitelezők, és fogjanak hozzá. Úgyhogy ez is egy jó hír itt a beszélgetésünk végére. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy beavattál minket a projektekbe, és kicsit képet kaptunk arról, hogy miben is fog majd megnyilvánulni a Kondoros város fejlesztése és szépülése. És hát kívánom, hogy ezek mind valósuljanak meg szépen úgy, ahogy el vannak tervezve. Úgy legyen. Köszönöm szépen nektek. Augusztus 21-én ünnepélyes keretek között került leleplezésre és átadásra a trianoni békediktátum 100. évfordulójára állított emlékmű Kondoroson. A létrejötte három pilléren nyugszik. Az első és mindennél fontosabb, hogy a megvalósításban nagy szerepet vállaltak az önzetlen adományozó polgárok, mind országhatárainkon innen, mind azokon túlról is. Továbbá a Békés megyei Vadászszövetség által elnyert pályázati forrásnak, illetve önkormányzati kötelezettségvállalásnak köszönhetően születhetett meg a nemzeti összetartozásunkat is szimbolizáló emlékmű. Hatalmas erő rejlik az összefogásban, ezt bizonyítja a magyarság történelmi múltja és a mostani emlékműavatás is, mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Utalta arra, hogy határon innen és túl is számosan ajánlottak fel pénzt az emlékmű elkészítésére. Mint mondta, a magyarok, ha hisznek valamiben, kitartanak amellett, tűzön vizen át. Az ünnepségen felolvasták Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes levelét, amelyben egyebek között úgy fogalmazott: Trianon seb, stigma és küldetés. Az emlékmű a nemzeti összetartozást és a jövő útját hirdeti, tette hozzá a kereszténydemokrata politikus. A honosítás a nemzet közjogi egységesítése, a MAV válasz a Trianonra, írta Semjén Zsolt. Ribárszky Péter, Kondoros város polgármestere elmondta, az emlékmű az egység, az elpusztíthatatlanság és az igazságba vetett hit golgotája. Az emlékhely arra szólít, hogy tovább élünk, tovább fejlődünk, és egymás kezét fogva fordulunk szembe ma is, akár csak 100 esztendővel ezelőtt Európa szégyenével, a Trianonban összetákolt diktátummal. Zuberec Tibor, a Kondorosi Trianon Emlékbizottság elnöke, a Békés megyei Vadászszövetség titkára elmondta: politikai hozzáállástól függetlenül határon innen és túlról számos felajánlás érkezett. A pályázaton elnyert összeggel együtt több mint 4 millió forint gyűlt össze. Kenyeres Oszkár, a Hazajáró című turisztikai honismereti magazin műsor szerkesztője köszöntőjében azt mondta: 2020-ban nem 100 éve elcsatolt országrészek visszatéréséről kell beszélni, hanem azokról a határon túli magyar közösségekről, amelyek ellenállnak az asszimilációnak. Kondorosi emlékmű Minya Gábor és Minya István alkotása. Az emlékművet Kis Illés baptista lelkipásztor és Tuska Tibor evangélikus lelkész áldotta meg, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a szobor előtt.
Az ünnepség végéhez csatlakozott Kasnyik Gábor futótársaival, akik célállomásként érkeztek meg a 100 év 100 kilométer elnevezésű trianoni emlékfutásról. Bár most csak lélekben voltak ott, de a jelenlévők nagy szeretettel gondoltak a székelyföldi küsmödi és a felvidéki bősi határon túli testvértelepülések lakóira, akik a kialakult járványhelyzet miatt sajnos nem tudtak személyesen eljönni. A folytatásban tekintsék meg Németh Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával az átadó ünnepség után készített riportunkat. A mai napon, augusztus 21-én került átadásra Kondoroson a trianoni emlékmű, mely átadáson részt vett Németh Szilárd úr, országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Államtitkár úr említette, hogy nem először jár Kondoroson. Mikor volt korábban? Például itt voltam tavaly nyáron a betyárnapokon, amit olyan betyárosan elvitt a nagyon nagy vihar, de egyébként nagyon jó rendezvény, nagyon jól sikerült, hiszen addigra az ételek elkészültek, a műsorok nagy része az lebonyolódott, tehát egy nagyon jó szervezet, jó, egyébként országos hírű rendezvény ez a betyár találkozó, ha úgy tetszik, itt a kondorosi csárda, a betyároknak a szállás övezete környékén. Aztán én Csepelen a sport közben hallottam először Kondorosról, mert Balczó András, a háromszoros olimpiai bajnok, aki Csepel SC-nek a nagyszerű ötusázója, azt akkor mi gyerekként tudtuk, hogy ő idevalósi. És hát a csárda az, ami egyébként a köztudatban benn van. Nagyon sokszor, amikor nagy szalontára utazom Csepel testvérvárosába, akkor itt megállunk, és akkor vagy hazafelé, vagy odafelé itt szoktunk megebédelni. Nagyon kellemes kis hely ez a Kondoros, itt az Alföldnek, ha úgy tetszik, a békési vidéknek, vagy inkább a viharsaroknak a kellős közepében. És ezért most is nagy szeretettel és tisztelettel jöttem, és fogadtam el a meghívásukat, amit ezután is nagyon köszönök. Mi a véleménye a ma átadott emlékműről és magáról a rendezvényről? Tegnap is volt egy emlékmű átadás, mégpedig a Magyar Parlamenttel szemközti Alkotmány utcában a Kossuth téren a három közjogi méltóság adta át a Nemzeti Összetartozás emlékhelyét, ami egy olyan emlékfal, amelyben Nagy Magyarország összes településének, városának és falvának a neve szerepel, emlékezve azokra az emberekre, akik felépítették Szent István országát, és ezen a falon szerepel Kondoros neve is. Na persze nem csak azért, mert Kondoros is Magyarország földrajzi része, hanem nagyon is a magyar nemzet része. Ez a mai emlékműavatás is azt bizonyította, hogy Kondoros vezetése, polgármester úr, a Békés megyei elöljárók, egész Kondoros népe, meg az a gondolat, amit megfogalmazott ennek az emlékműnek a megálmodója, és gyakorlatilag a közadakozásnak a levezénylője, az mind azt mutatja, hogy Kondoros igazából a magyar nemzet része, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen település, egy ilyen régi város, egy ilyen ősi magyar település is egy ilyen nemzeti emlékhelyet hozott létre, amelyben egyrészt egy szomorúság szerepel, ugye az 1920. június 4-én aláírt, ránk erőltetett úgynevezett trianoni békediktátumra emlékezünk, és ez a gyásznapja ebben a tekintetben, hiszen az országunk nagy részét, 72%-át, a népességünk 64%-át elveszítettük, gazdaságunk összeomlott, kiraboltak bennünket, kifosztottak, a nemzeti hadsereget megszüntették, és aztán azután az a 100 év, ami azóta eltelt, hát az se volt éppenséggel minden egyes pillanata örömünnep számunkra, sőt nagyon sok súlyos terhet okozott a náci vagy a kommunista diktatúra, a 45 után történtek velünk, 1956 vérbefolytása, és mind-mind sorolhatnánk. Rengeteg próbatételen kellett keresztül mennünk, de ez mind megedzett bennünket. Azt szokták mondani, itt mondhatom azt gondolom a csárdán, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Na, a magyarok állták, a kondorisaiak állták ezeket a megpróbáltatásokat, ezen a keresztúton végigmentünk, és odáig jutottunk, hogy 2010 óta úgy erősödik az országunk,
hogy soha ilyen jó ára erőben, soha ilyen jó állapotban nem voltunk itt a Kárpát-medencében az elmúlt 100 évben, mint most, és a kondorosiak erről adtak példát nekünk. Büszkén avatták föl ma ezt az emlékművet. A közelmúltban napvilágot látott a jövő évi költségvetés keretszámainak egy része. Ezekből kiolvasható, hogy a Honvédelmi Minisztérium 25%-kal többet kap körülbelül, mint az idei esztendőben. Lehet arról tudni valamit, hogy mire kívánják fordítani ezt a többletösszeget? Rekordösszegű a költségvetésünk. Ugye a nemzetpolitikánknak a lényege az az összetartozás megteremtése, de ezt nem adják ingyen. Nem csak az igazságunkat kell megtalálnunk a trianoni döntés kapcsán és az azóta eltelt 100 év történései kapcsán, hanem azt érvényesíteni is kell tudnunk. És csak annak van igazsága, akinek kellő ereje van ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudja. Csak annak van hazája, aki szereti a hazáját, és azt meg is tudja védeni, akár az élete árán, mint a katonák. Mi azért fejlesztjük a nemzeti hadsereget, szeretném hangsúlyozni a nemzeti hadsereget, hogy Európa ezen felén a lehető legerősebb, legmodernebb, legütőképesebb haderőt tudjuk létrehozni, hogy saját magunkat meg tudjuk védeni. A Magyar Honvédség a biztosítéka Magyarország függetlenségének, az ország békéjének, a magyar emberek biztonságának és szabadságának. És ezt a pénzösszeget, ezt egyrészt fegyverek vásárlására, haditechnika fejlesztésére, modernizálására fordítjuk, másrészt pedig a fegyvereket alkalmazni is kell tudni, olyan toborzást hajtunk végre, olyan tiszteket, olyan hazaszerető tiszteket szeretnénk kinevelni, olyan parancsnokokra van szükség, akik tudják irányítani a rájuk bízott embereket, a rájuk bízott honvédeket, akik pedig tudják kezelni azokat a haditechnikákat, azt a modern haditechnikát, amit megvásárolunk. Ez egy komplex fejlesztési program, úgy szoktuk mondani, ez a Zrínyi 2026, ez a neve, haderő és honvédelmi, tehát egyszerre az embert, a katonát, a honvédet, és egyszerre pedig a haditechnikát, a technológiát fejlesztjük. A napokban jelent meg az a hír is, és ez már egy más kérdés, a migrációval kapcsolatos, hogy Szerbia is határán zárat kíván Észak-Macedóniánál létesíteni, ami eredményezheti azt, hogy Románia felől érkezhet nagyobb hullám. Békés-megye Romániával szorosan kapcsolatban van határos. Várhatók honvédelmi szempontból lépések itt a megyében a biztonságunk érdekében? Mindenféleképpen eddig is ez történt. Ugye a déli határzárat megépítettük. Tehát itt egy nagyon erős műszaki és jogi határzár van, amit egyébként élő erővel, a katonák és a rendőrök erejével védünk, és ezért ez Európa legbiztonságosabb külső határvidéke. Amennyiben átterjed valóban a súlypont egy másik részre, ott ugyanezeket az intézkedéseket végre fogjuk hajtani. És azért tudjuk ezeket végrehajtani, mert az emberek felhatalmaztak erre bennünket. 2015-ben, amikor elleptek bennünket, készületlenül ért mindenkit. Ugyan figyelmeztettük az Európai Uniót, de őket ez nem érdekelte. Sőt, könnyítő szabályokat hoztak. Meghívták őket, gyertek nyugodtan. Aki szíri, az jöjjön be, mondta Merkel asszony. Ugye, mind biztatták őket. Akkor legázoltak bennünket, de mi megkérdeztük az embereket, emberek, ezt akarjátok? Azt akarjátok, hogy ez így nézzen ki? Azt akarjátok, hogy állandó terrorfenyegetettségben éljünk? Azt akarjátok, hogy a mi utcáinkat ellepjék ezek az emberek, hivatlanul idejöjjenek, azt csináljanak, amit akarjanak, szabadul kóborolhatnak, bűncselekményeket hajthatnak, végre elveszik a munkátokat, meg akarják változtatni a vallásotokat, ez kell. És az emberek azt mondja, nem, mi ezt nem kérjük. Nagyon magas százalékban a nemzeti konzultáción ezt elutasították az emberek. Népszavazáson ezt megismételték. Ugye a népszavazás arról szólt, hogy valójában mi magunk szeretnénk eldönteni, hogy kikkel akarunk együtt élni. Nekünk nem mondják meg Brüsszelből a brüsszeli bürokraták, soros fizetett emberei, álciviljei, hogy nekünk kiket kell ide befogadnunk. Ezt mi el fogjuk tudni dönteni, hogy kiket fogadunk be esetleg délről, senkit, tehát ezért csináltuk meg a határzárat, vagy kiket fogadunk be nyugatról, akiket már ők előzőleg elbehoztak, és ránk szeretnének nyomni, ugye ez a kötelező szétosztási kvóta, amiről beszélek. Ezt elutasították az emberek mind a kettőt a népszavazáson, és aztán a 18-as választáson pedig megkaptuk a kétharmadat az alkotmányozásra, és ma Európában egyedül a magyar alkotmányban, az alaptörvényünkben szerepel, hogy a Magyarország gyűlés döntése nélkül
sem nyugatról, sem délről senki nem jöhet be, mert a magyarok a maguk ügyeit maguk szeretnék képviselni. Ez egyébként a Szent Istváni gondolat. Ez az a gondolat, ami egy önálló országot, egy szuverén, egy független országot teremtett meg, amelyik a kereszténységére és a nemzeti kultúrájára büszke, és ezt az utat szeretné járni. Várható-e a Honvédelmi Minisztérium részéről olyan pályázati lehetőség vagy támogatás, ami ilyen vagy hasonló emlékművek létrehozásához segítséget nyújt? Hát azt gondolom, hogy nyitott kapukat tetszenek döngetni, hiszen például az első világháború centenáriuma kapcsán több milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium a kormány döntése értelmében olyan pályázatokra, amelyen az önkormányzatok, egyházak részt tudtak venni, amely többek közt az első világháborús emlékműveknek, síroknak a felújítása, gondozása, újragondolása kapcsán írtunk ki, és ez egy nagyon sikeres pályázat. Most így fogunk eljárni egyébként a második világháború kapcsán is, és természetesen így voltunk a Trianonnal kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy ez a trianoni emlékmű is komoly állami, azon túl, hogy egyébként a polgárok, a helyi polgárok, meg a testvérvárosok, testvértelepülések, sőt más magyar és magyarországi, anyaországi, illetve jelenleg határon kívül lévő települések is összefogtak, de azon kívül egy nagyon komoly állami támogatást is kapott. Ez a jövőben is így lesz. Államtitkár úr, köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Örömteli esemény volt augusztus hónapban, hogy a kondorosi polgármester hivatalban ünnepélyes állampolgársági esküdtett Liszkai Mária, és vált ezzel teljes értékű magyar állampolgárrá. Az állampolgársági eskütétel életre szóló élmény azoknak, akik évek óta várnak arra, hogy ne csak szívükben, hanem a papírjaik alapján is elmondhassák magukról, hogy magyar állampolgárok. Ribárszky Péter polgármester elmondta, ezúton is gratulálunk Máriának. Biztos vagyok benne, hogy ez a nap egy életre szóló emlék és mérföldkő lesz az életében. Kívánunk sok erőt, egészséget, kitartást, dolgos hétköznapokat és sok ünnepnappal boldogsággal járó magánéletet. A Turizmusfejlesztés Békés-Szentendrás Kondoros és Csabacsüt településeken című a Kondorosi Csárda Múzeum felújítására vonatkozó projekt ünnepélyes átadására került sor július 15-én. Ebből az alkalomból köszöntöm Paluska Zoltánt, aki a tervezéstől a kivitelezésig részese volt ennek a projektnek, mint műszaki ellenőr. Köszöntelek, Zoli, itt a műsorban. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a tévénézőket. Mondanál nekünk néhány szót arról, hogy hogyan kezdődött ez a projekt, milyen főbb elemei voltak? Igazából kicsit messzebbről kezdeném. Tehát annak idején, amikor a Kondorosi csárda méltatlan módon elhanyagolt állapotba állt itt a település közepén, akkor az önkormányzat gondolt egy merészet és megvásárolta akkor az áfésztől, és az első projekt felújítás, ami ezt az épületet érintette, az egy helytörténeti múzeum kialakítása volt, és ez a mostani négy települést magába foglaló turisztikai fejlesztésnek az egyik eleme. Ennek a idézőjelben Csárda Múzeumnak a felújításáról szólt. Ugye azért mondom, hogy idézőjelben, hogy Csárda Múzeum, mert valójában amikor az úgynevezett nádas épület felújításra került, és bekerült jó pár tárgy számos kondorosi felajánlásnak köszönhetően, akkor igazából ennek a tematikáját senki nem gondolta át elejétől végéig, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, ez egy nagyobb méretű tájháznak a kiállítási anyaga volt korábban. És az önkormányzat mert egy merészet álmodni, és azt mondta, hogy végül is a településnek az egyik kitörési lehetősége az a turizmus, amelynek egy ilyen szimbolikus eleme a kondorosi csárda. Mégis az ország egyik legrégebbi eredeti funkcióját is ma is ellátó épülete. Ugye 1740-től datáljuk, vagy van írásos emlék a kondorosi csárdáról. Persze nem erről, mert kétszer felgyújtották a gyomaiak, többször átépítették, és
az 1980-as években került kibontásra az a boltíves épület, ami visszakapta az eredeti nádfedeles funkcióját, és újra talán régi fényében van. Amikor megvásárolta az önkormányzat, akkor még körbe volt építve mindenféle épülettel, és azokat is megvásárolta az önkormányzat, és ezt a idézőjelben puszta feelinget alakította ki, most már a város közepén. És hát ennek az egész épületnek az összes problémáját fölvázolva lett egy olyan tervezői programfelvétel kialakítva, ami túl azon, hogy az épület évek alatt elmaradt karbantartás jellegű felújítását pótoltuk egy felújítással, energetikailag is megújult, a fűtési rendszere korszerűsödött, padlófűtés került, új burkolatok kerültek, egy korszerű levegő kazánnal van ellátva a fűtés, és a gázkazán kiváltásra került, illetve a művelődési ház tetejére, hogy ne rontsuk a műemléki épület együttest, napelemek kerültek elhelyezésre. Tehát reményeink szerint ennek az épületnek a rezsije az a nullához fog közelíteni hosszú távon, és ezzel az épület felújítással párhuzamosan pedig a múzeumnak egy újfajta tematikája alakult ki, ami itt a másfél hónapos üzemelési tapasztalatok alapján, talán mondhatom az önkormányzat nevében szerintelenség nélkül, hogy egész jól sikerült, hogyha múzeum látogató barátok, ismerősök, vagy akár ismeretleneknek a visszajelzéseit hallgatjuk, nézzük, akár az interneten, akár a véleményíró falon, akkor egy csomó olyan pozitív visszacsatolás van, ami azt igazolja, hogy talán jól sikerült a múzeum. Kik vettek részt még ezen a felújításon? Én a kivitelezés közben arra gondoltam, hogy valamikor Ébül Miklósnak ilyen lehetett a munkája. Tehát túl azon, hogy ez egy toppos területi operatív programos pályázat volt, és meg volt tervezve, menet közben jobbnál jobb ötletek jöttek, és mint Hajdan Ébül Miklós, kicsit még beleskiccelünk, kicsit oda még egy tornyot teszünk, tehát az egész múzeum tematika is így alakult ki, hogy folyamatosan egy ilyen szerves fejlődésen ment keresztül a tervezés és a kivitelezés, és a végére azt kell mondani, hogy egy igazi csapatmunka volt, tehát amikor arról beszélünk, hogy sok jó ember összegyűlik egy helyen, összedugják a fejüket, és mindenkinek a pozitív gondolata egymást építve alakul egy ilyen nagy halmazzá, ez tipikusan ez a projekt volt. És külön öröm, hogy annak ellenére, hogy a szerződött felek azok nem kondorosi vállalkozások voltak, de a csapatban, akik alvállalkozóként, bedolgozóként részt vettek, nagyon sok kondorosi jelent meg, és hogyha országos szinten nézünk egy ilyen múzeum felújítást, akkor és elmondjuk, hogy mennyibe került, vagy elmondja az önkormányzat, hogy mennyibe került ennek a múzeumnak a kialakítása, akkor azt mondják, hogy ennyiből ki lehetett hozni ezt. Igen, azért, mert akik kondorosiak voltak, a kondorosiaknak a barátaiként jöttek ide, azok nem biztos, hogy piaci áron számoltak mindent, hanem nagyon sok olyan hozzáadott érték volt, ami forintban nem fejezhető ki. És az egész tervezésnél az volt a cél, hogy ne egy klasszikus múzeumot építsen az önkormányzat, vagy alakítson ki. Egyrészt nincs múzeum státusza, mert annak személyi feltételei vannak, borzasztó költséges, és egy kondoros méretű kisváros gazdaságosan nem tud működtetni egy múzeumot. Mi múzeumnak hívjuk, de múzeum státusz nélkül. Egyrészt nincs múzeum státusz, másrészt ugye amikor az emberek múzeumba mennek, akkor egy ilyen lánccal, kötéllel elválasztott, vitrin mögött,
alatti érinthetetlen tárgyaknak a halmaza van a képzetünkben. És itt az önkormányzattal, amikor legelőször a tervezői programfelvételt alakítottuk ki, akkor az volt az alapötlet, hogy legyen egy aktív és interaktív múzeum. Most Csárda Múzeum, mi az aktivitás, lehet benne enni. Tehát az első helyiség az úgy lett kialakítva, hogy az 1800-as évek stílusában Rózsa Sándor viasz figurája mellett akár társaságoknak, magánszemélynek lehet étkezni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én jövök a Kondorosi Csárdába enni, de nem az étterem részbe akarok, hanem a múzeum részbe, erre is lehetőség van. Ráadásul autentikus környezetben, autentikus eszközökkel, mert a tányérok, kések, világ is a kornak megfelelően lettek kialakítva. És az épület további részei azok is úgy lettek kialakítva, hogy van múzeumi rész, és van játszós rész. És ez a játék, ez ugye gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt igaz, mert ugye volt egy mondás menet közben, hogy csináljunk szabaduló múzeumot, a nagy divat szabaduló szobát készíteni, és ott játszani akár a felnőtteknek is. Gyakorlatilag ez a múzeum, ez úgy is végig tekinthető, mint egy szabaduló múzeum, hiszen vannak olyan feladatok, amit menet közben meg kell oldani. Külön gyerekeknek és külön felnőtteknek. A gyerekeknek a játéknak a végén van egy célövős játék, aminél a lakatot ki lehet nyitni, és csak akkor tud játszani vele. A felnőtteknek pedig a pincében van egy szintén számzáros lakat, tehát nem a múzeumból kell kiszabadulni, hanem a Rózsa Sándor lakatját lehet kinyitni, és ott kap egy instrukciót a látogató a végén. Van esetleg olyan, ami neked mondjuk személyes kedvenced is, vagy igazából mindegyik kedvenc, vagy egyformán kötődsz hozzájuk? Nincs személyes kedvenc, nekem a Csárda Múzeum a kedvencem, a családom szoktam mondani, hogy egy szobát azért kialakíthattál volna magadnak ott, és ettől függetlenül maga az egész Csárda Múzeum tematikája tetszik nekem, ahogy ezt létrehozták a szakemberek. Ugye a játék az többféle, mert vannak amit feladatot kell megoldani, vagy elolvasni tablókat. Ugye azt tapasztaljuk én magamról is, hogy elmegyek egy múzeumba, és a tablóknak a töredékét olvasom el. Tehát itt például, amióta megnyílt a Csárda, van egy idegenvezetés, és ott a fiatalok, vagy most a hölgyek vezetnek egy statisztikát, hogy hányan vettek részt, hányan voltak, játszottak-e, olvastak, mennyi időt töltöttek. És az átlag időből, még így is, hogy idegenvezetés van, az derül ki, hogy valószínű csak töredékét olvassák végig, ami azért jó, mert vissza lehet jönni. Tehát úgy végig mennek egy múzeumon, hogy körülbelül a 10%-át tapasztalták meg. Mi ezt leteszteltük, hogyha valaki minden tablót végigolvas, minden játékot végigjátszik, akkor reggeltől estig itt lehet. Tehát ez egy olyan múzeum, ahol akár egy fél napot el lehet tölteni egy családnak, és egyébként az is a cél. Tehát Kondoros a Csárda Múzeumból soha nem fog megélni. De hogyha sokan jönnek a múzeumot megtekinteni, ők étkeznek a Csárdába, vásárolnak szuvenírt a Csárdában, etalántán kondorosiak szállítják a krumplit, zöldséget, húst, akkor ebből nem csak a Csárda, mint önkormányzati tulajdonban lévő épület vagy gazdasági társaság élhet meg, hanem sokkal többen. És hogyha hozzáveszünk, hogy nagyon sok szálláshely alakult ki Kondoroson az utóbbi időben, és nem egy órás Csárda Múzeumot alakítottunk ki, hanem ennél hosszabbat, akár a Kondoroson megszállók azt mondják, hogy elmegyek Gyulára, fürdök egyet, de este a Kondorosi Csárdába eszek, megnézem a múzeumot, de tetszett, holnap visszamegyünk a gyerekekkel, mert játszanak tovább, és úgyis élvezhető. Miben más ez a múzeum, még azon túl, amiket elmondtál, mint a többi múzeum, amiket ismerünk egyébként? Az volt a cél, amikor ugye ennek a
általam elmondott szerves fejlődésnek a során terveztük ezt a múzeumot, hogy nagyon sok apró kis gag, ötlet, novum legyen ebbe a múzeumban, és ne csak bemutasson dolgokat, hanem tanítson is. És én elhoztam egy tárgyat a múzeumból most erre a felvétel időre. Ez egy rovás pálca, amit a 21. században úgy hívnak, hogy hitelkártya. Ugye egyik része a pálcának volt a csárdásnál, másik a fogyasztónál, mondjuk Rózsa Sándor betyárnál, és amikor bejött a csárdába és kért egy italt, akkor behúzták neki az egy italt. Hogyha haverokkal jött, akkor 5 italt kért, és azt húzták be. És amikor a csárdás azt mondta, hogy sok van már a rovásodon, kellene fizetni, akkor kiegyenlítette a számláját, összetörték a botot, és kezdték előről az akkori hitelkártyát. Tehát ilyen is ehhez hasonló tájékoztató jellegű tablók, eszközök vannak, és csak egy példa, olyat, hogy népzenei karaoke, olyat nem hiszem, hogy sok helyen lehet kipróbálni, tapasztalni, hallgatni. Mi a Kondorosi Csárda Múzeumban ennek teret adtunk, hiszen egyrészt nagyon keveset énekelnek a mai fiatalok, mi magunk is, népzenét szerintem még kevesebben, magyar zenét nagyon kevesen, és azt gondolom, hogy egyrészt ápolni kell ezeket a hagyományokat, másrészt valahogy vissza kell csempészni a mindennapi életbe ezeket a szokásokat. De egyébként beszéltünk a játékokról, nekem 16 éves nagylányom van, és azt tapasztalom, hogy Kondoroson nagyon kevés olyan hely van, ahova el lehet menni a mai fiataloknak. És ennek a múzeumi kialakításnak az egyik szempontja az volt, hogy akár órákat el tudjanak tölteni itt fiatalok. Kialakításra került egy udvari rész, ahol lengőteke került kialakításra. Persze megint több funkcióval, mert egyrészt mutatja az akasztófát, amit a betyárok miatt sokszor alkalmazták abban az időben, és ez is tanít, hogy nem kell a betyárok útját követni, tehát ez a múzeum nem egy olyan múzeumként került kialakításra, ahol mondjuk Rózsa Sándornak az érdemeit dicsőítjük. Persze megemlékezik a csárda a 48-as szabadságharcban betöltött pozitív szerepéről, de azért itt a betyároknak a rémtettei be vannak mutatva, a börtön be van mutatva, azért, hogy nem kell túl misztifikálni, ezek mégiscsak bűnözők voltak. Persze Kondoros a csárda révén, meg Rózsa Sándor kapcsolódása révén mondjuk ebből él idézőjelben, vagy szeretne hosszú távon megélni ebből a részéből, de nem kell túl misztifikálni ezeket a dolgokat. És akkor visszatérve a játékokra, lengőteke bemutatja azt a részt, hogy Rózsa Sándorék a szabad csapattal a 48-as szabadságharcban a karikás ostor végén olmot helyezve hogyan tarolták le az osztrákokat, mondjuk a lengőteke erre példát ad, de a mellette lévő tablón van egy QR kód, amire rákapcsolnak, akkor egy filmet lehet megnézni, ahol a Körösök völgye Vitézi Bandérium demonstrálja, hogy egy ilyen karikásra helyezett vasgolyó, az egy fatáblán milyen szakítást, milyen ütést tud eszközölni. És ez is az a fajta tanítás, hogy ugye sokat beszélünk szabadságharcról, betyárokról, de lóháton egy lövetű pisztollyal harcolni, tehát a mai korban ezt úgy fel se lehet fogni. De a betyárok helyzeti előnyben voltak, karikás volt a kezükben, 4-5 méterről leszették a ellenséget, és hogyha ennek a karikásnak a végén még egy vasgolyó is volt, akkor még maradandó károsodást is okozhatott. Emellett nagyon sok játék került elhelyezésre a csárdába, sakk,
malom, amit csárdának hívunk egyébként, mert specializálva lehet kinevet a végén. És ugye nagyon büszkék vagyunk, hogy Kondoros szülötte Balózs Iga bácsi, akinek a forogványaival került kialakításra például a kinevet a végén játék. És ugye mindezek azért lettek kialakítva, hogy a kondorosi fiataloknak teret adjunk. Tehát nem csak múzeumlátogatók jöjjenek, vagy vidékiek jöjjenek Kondorosra, és menjenek be a kondorosi csárdába. Ez az épület az önkormányzaton keresztül minden kondorosi polgári, a kondorosi fiataloké. És az lenne a szerencsés, hogyha ha minél több kondorosi látogatná, és minél több fiatal érezné sajátjának, és hasznos szabadidőt töltene a kondorosi csárdába. Ahogy már kezdett látszani a kiállításnak a vége, úgy jöttek a felajánlások. Utolsó előtti nap az egyik kedves ismerősünk, Paluska Gyuri mondta, hogy hát neki végül is otthon van a falon egy olyan festménye, ami egy csárda belsőt ábrázol. Ő azt a képet elhozza, mert a csárda múzeum tematikájában van egy művészet sarok kialakítás, és az milyen jól mutatna ott, és fölkerült a falra, vagy a Cinkotai családnak felajánlásaként került egy tárogató a zenesarok mellé, és egy kicsit a vitrin át kellett struktúrálni ott hirtelen, hogy akkor legyen egy ajtólapot nem tett föl a kivitelező, két oldalról kapott plexit a TOK, és akkor egy hirtelen kialakított vitrínbe két hangszer került elhelyezésre. És amióta a Csárda Múzeum elkészült, azóta is nagyon sok tárgyi felajánlás érkezett. Én elhoztam egy citerát, csak úgy példaként, de érkezett kolomb, lószerszámok, ami mondjuk egy 2.0-nál, egy Csárda Múzeum 2.0-nál még gazdagíthatja a múzeumot. Beszélgettünk itt adáson kívül a Petőfi aláírásról. Erről adásban is mesélnél egy kicsit nekünk, vagy nem mondtad el azt, hogy hogyan került hozzátok, vagy hogyan került ez elő? Múzeum kialakítása során a különböző szakemberek nagyon sok korabeli dokumentumot néztek át. Újságcikkek, helytörténeti gyűjtemények, kéziratok, és ezeknek az egyike arról szól, nem egyike, mert nagyon sok újságcikkben megemlítésre kerül, hogy többek között Petőfi Sándor is járt a kondorosi csárdába, és kézjegyét hagyta, más újságcikk szerint versrészletet hagyott a csárda falán, amit az egyik csárda bérlőnek a felesége, amikor a bérlő elment vásárba, és hazajött, örömmel tudatta, hogy kimeszeltem a csárdát, és közben lemeszelte az annyira védett Petőfi aláírást is. És már az első átalakításkor, amikor múzeumi szakemberek segítettek annak a kialakításába, felmerült az az ötlet, hogy meg kellene találni ezt a Petőfi aláírást, de a múzeumi szakemberek szigorúan távol tartották magukat ettől az ötlettől, és később mondták nekünk, hogy nem biztos, hogy múzeumi szakembert kell megkérdezni, inkább néprajzost, mert nekik a fantáziájuk egy kicsit lazább. És tekintettel arra, hogy a Kondorosi Múzeumnak nincs múzeumi státusza, a mostani tervező tím úgy döntött, hogy megtalálhatjuk, megengedhetjük magunknak, hogy megtaláltuk Rózsa Sándor, illetve Petőfi Sándor aláírását, és ezt egy plexi mögött védjük, hogy nehogy károsodás legyen benne, illetve a mostani csárda bérlő véletlenül sem eszelje le, mert akkor újra föl kell írni. A sztori ilyen rövid, és remélem csattanós. Köszönöm szépen, Zoli, a beszélgetést, hogy betekinthettünk ezáltal is a múzeum felújításába, mi is. Köszönöm én is a lehetőséget. És arra ösztönözzük a kedves tévénézőket, hogy önök is jöjjenek el, nézzék meg a Csárda Múzeumot, mert nagyon megéri. Éljék át önök is a 19. századi betyárvilág romantikáját. A folytatásban Labrinyásznyé Trűnyik Judit, a kondorosi Petőfi István általános iskola intézmény vezetője,
a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokról számol be. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, örömmel teszek eleget a híradó felkérésének, hogy számoljak be, hogy mi is történt a Gondorosi Petőfi István általános iskolában a nyár folyamán, illetve hogy hogyan kezdtük meg a tanévet. Elsőként szeretném elmondani, hogy intézményünknek a neve megváltozott. 2020. szeptember 1-től Gondorosi Petőfi István általános iskola és kollégium. A művészet oktatás kikerült az intézményünk alapfeladatai közül, és átkerült a Szarvasi Hován Kálmán alapfokú művészeti iskolához. Így mi a Hován Kálmán iskola telephelyeként működünk tovább. De a pedagógusok továbbra is az eddigieknek megfelelően tanítják a gyerekeket. Személyi változás egy esetben történt. Debreceni ős kolléga most már nem jár át Orosházáról Gondorosra tanítani, hanem Szarvasos Sós Tibor kolléga vette át az ő szerepét, a többi pedagógus személye változatlan. Jó hírként szeretném elmondani, hogy az intézményünkben az eddigi időszakban elég magas volt a művészet oktatást igénylő tanulók számára a térítési díj. Ez egy hosszas egyeztetés kapcsán a Békés Csabai Tankerti Központ vezetése igazította a tandíj mértékén, így most már mi is a Szarvasi Hován Kálmán alapfokú művészeti iskola által meghatározott térítési díjakat fogjuk beszedni, ami 8 és 9 ezer forint közötti összegben van, attól függ, hogy melyik területen tanul a gyermek, képzőművészet vagy zeneművészet terén. Úgy gondolom, hogy ezért ez a szülők számára jelentős csökkenést jelent, így nem lesz annyira megterhelő ennek az összegnek a befizetése, és nagyon bízom benne, hogy azok a gyerekek, akik a tavalyi évben, illetve az azt megelőző időszakban is részt vettek a művészetoktatásban, akár hegedű, zongora, képzőművészet, vagy furulja, vagy részfúvó szakon, ebben a tanévben is bekapcsolódnak ebbe a munkába. Szintén minden tanuló számára térítésmentesen biztosította a magyar állam a tankönyveket. A tankönyvek rendben megérkeztek, a gyerekek ezt megkapták, a tanévkezdés megelőzően kiosztásra kerültek, illetve vannak a harmadik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig olyan tankönyvek, amelyeket a tartós tankönyvtárból kölcsönzünk a gyerekek számára. Ezek a könyvek is minden tanulóhoz kiosztásra kerültek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a tárgyi feltételek azok adottak ahhoz, hogy a gyerekek megkezdhessék a munkát az iskolában. Szintén a tárgyi feltételekhez tartozik, hogy ebben a nyári időszakban az intézmény dolgozói kifestették, illetve fertőtlenítették az intézmény egész területét, a tisztasági meszelést a tankerti központ által biztosított szakemberek elvégezték, úgyhogy intézményünk kifertőtlenítve tisztán várta a tanulókat a szeptember 1-i kezdéshez. Sajnos tanévnyitó ünnepséget nem tudtunk tartani, mivel a járványügyi helyzet szabályai nekünk is be kell tartani, és bizony az 500 főt meghaladó rendezvény lett volna, hogyha egy központi tanévnyitó ünnepséget tartunk, de az osztályfőnökök szeptember 1-én osztályaikban köszöntötték a gyerekeket, illetve tájékoztatták őket arról, hogy ebben a tanévben a szokott módon indulunk, de mégis másként indul a tanév, hiszen nagyon fontos, hogy a járványügyi szabályokra tekintettel legyünk, és intézményünk is kialakította az EMI iránymutatásai által a saját protokollját, amit igyekszünk betartani és következetesen betartani az intézménybe belépő tanulókkal, alkalmazottakkal. Mindkét iskola épületben két bejárati ajtót nyitottunk be, ezek a belépési és távozási pontok, meghatároztuk, hogy melyik bejáraton melyik évfolyam tanulói jöhetnek be, illetve léphetnek ki. A kézfertőtlenítés ez mindenki számára kötelező. Az intézménybe csak az intézmény alkalmazottai, tanulók, illetve az intézménnyel szerződéses viszonyba álló partnereink léphetnek be, de ők is csak maszkban, és az intézményben való tartózkodás területén folyamatosan kell viselniük a maszkot.
A tanévkezdést megelőzően az alsóbb évfolyamokon a szülői értekezleteket megtartottuk a szülők személyes jelenlétével. Ezen a héten a felső tagozatos tanulók szüleinek tartunk szülői értekezletet. Ők ebben az esetben beléphetnek az intézménybe, de végig maszkot kell viselniük a szülői értekezletek során. Ha ez megtörtént, ezután már csak online formában fogjuk a kedves szülőkkel a kapcsolatot tartani. A Kréta az az elsődleges kommunikációs forrás, amelyen keresztül üzeneteket tudunk majd egymásnak küldeni, illetve azért az osztályok a megszokott módon tudnak egymással kommunikálni szülők, gyerekek. Az iskola egész területén, osztálytermekben, mosdókban kihelyezésre kerültek a kézfertőtlenítők, tisztítószerek, papírtöltők, tehát ezek rendelkezésre állnak, amelyet biztosított számunkra a tankerületi központ. Ezeknek a megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, folyamatosan szállítják számunkra, tehát ezt tudjuk a gyerekek számára biztosítani. Szeretném itt felhívni a figyelmet arra mindenki számára, hogy ezekből a szerekből kis mennyiséget kell használni, tehát a gyerekeknek is mi is próbáljuk elmagyarázni, hogy megfelelő mennyiséget kell használni, és akkor ez folyamatosan megoldott a fertőtlenítés. Itt azért a kisebbeknél ez nehézséget jelent, hogy a takarékos használatra megtanítsuk őket. Szintén az elsőjei napon egész délelőtt osztályfőnöki órákat tartottunk a tanulók számára, ahol beszélgettünk az életkoruknak megfelelő módon, hogy hogyan is kezeljék ők a kialakult járványhelyzetet, mit jelent a koronavírus, hogyan kell például, hogy mit jelent az, hogy köhögési etikett, vagy a papírzsebkendő használata. Ezt elmagyarázták a kollégáim megfelelő, az életkoruknak megfelelő módon a gyerekeknek. Ehhez a védőnők is nyújtottak segítséget az alsó tagozaton és a felső tagozaton is. Kis filmeket vetítettek le, prezentációkat. Én úgy gondolom, az elmúlt néhány nap tapasztalata alapján mondhatom azt, hogy a tanulók fegyelmezettek, odafigyelnek és törekszenek arra, hogy az általunk elvárt szabályokat betartsák. Én bízom benne, hogy ez a későbbiekben is így marad, és akkor talán meg tudjuk azt akadályozni, hogy intézményünkben is esetlegesen rendkívüli tanítási szünetet kelljen elrendelni a koronavírus miatt. Mi pedagógusok is készülünk a tanévnek a különböző rendezvényeire. Ezt mindig úgy fogjuk megtenni, hogy az aktuális járványügyi szabályokat vesszük alapul, és ahhoz igazodunk. Jelenlegi helyzetben nagy tömeget érintő rendezvényeket jelen pillanatban, tehát az őszi szünetig nem tervezünk. Minden olyan rendezvényt igyekszünk megtartani, ami eddig is megvolt az intézményben, csak kisebb osztálytermi szinten, és nem intézményi szinten az összes tanuló bevonásával tervezzük ezeket a programokat. A járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvényeinket, illetve a testnevelés órákat, ameddig csak lehet, szabad téren fogjuk megtartani. Tehát itt kérem a kedves szülőket, hogy a gyerekek számára a tornazsákba pakoljanak be melegítőt, olyan cipőt, amivel az udvaron kint tudnak mozogni, hogy minél, amíg csak az időjárás lehetővé teszi, tehát az udvaron vagy a sportpályán fogunk kint lenni, tehát minél kevesebbet tartózkodjunk a zárt térben, tehát ez nagyon fontos része a járványügyi szabályoknak. Szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét is, hogy az intézményben, ahogy az előbbiekben is elmondtam, a szülőértekezleteken kívül nem léphetnek be. Én köszönöm a kedves szülőknek, hogy támogatnak bennünket, és ezt megértik, együttműködnek velünk, hiszen csak így tudunk eredményesen védekezni a koronavírus ellen. Én köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenki számára jó egészséget kívánok, és ha bárkinek bármilyen kérdése van az intézmény vezetője felé, akkor telefonon, e-mailben megkereshet, és mindenkinek a rendelkezésére állok. Köszönöm szépen a figyelmet! A Kondorosi Babastart programunknak köszönhetően a közelmúltban városunk 3 ifjú kislakóját és szüleit köszöntötte Kondoros város polgármestere.
Gyűri Csenge, Kis Gréti Napsugár és Súlyos Kira csupa jó kedvel és mosolyjal vették át a számukra elkészített személyes kis ajándékot. Ribárszky Péter elmondta, minden kisbaba rögtön a család kedvence lesz, és ahogy a család életében, úgy a településünk életében is a legfontosabb és legszebb esemény egy újszülött érkezése. Örülünk nekik, mert nap mint nap nekik is építjük, szépítjük lakóhelyünket, Kondorost. Különösen fontos, hogy minél több gyermek szülessen meg, és vihesse tovább a hagyományok és a kultúra ápolása mellett a család és a település örökségeit is. Csenge, Gréti Napsugár és Kira kívánjuk, hogy nőjetek nagyra, legyen életetek gondtalan és hosszú, tele szeretettel és örömmel. Idén a pandémia miatt nem sok rendezvény került megszervezésre itt Kondoroson, de örömteli, hogy megvalósulhatott az Anya Teljes Világnap és Anya Wellness Nap. Ebből az alkalomból köszöntöm itt a stúdiónkban Litauszky Beáta védőnőt, a Kondorosi Védőnői Szolgálat munkatársát, aki főszervezője és házigazdája is volt ennek az eseménynek. Köszöntelek be a műsorban, és egyben át is adnám a szót, hogy mesélj nekünk erről a csodás rendezvényről. Köszöntöm én is a nézőket, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az Anyateljes Világnapot 1992 óta tartják világszerte. Azóta minden év augusztus 1-én megrendezésre kerül ez az ünnepség, és köszöntik a szoptató édesanyákat, azokat, akik anyatejjel táplálják gyermeküket. Az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet közel 22 évvel ezelőtt célul tűzte ki, hogy 2000-re a világ csecsemőinek 80%-nál elérhessék azt, hogy legalább 4-5 hónapos korukig anyatejjel táplálják őket. Magyarországon ezeket az arányszámokat csak megközelíteni tudjuk minden évben. Kondoros város tekintetében minden évben más-más arányszámokkal tudunk dolgozni, de örömömre szolgál, hogy minden évben van jó pár édesanya, aki anyatejjel táplálja a gyermekét, és nem csak 4-5 hónapig, hanem akár egy éves koráig, vagy azon túl is. Ebből a növekvő tendenciából, hogy ennek köszönhetően jött ez az ikrelet még 2019-ben, hogy Kondoros városban is köszönteni kellene azokat az édesanyákat, akik szoptatnak. A tavalyi évben még egy kisebb rendezvény került megszervezésre, idén már azért szélesebb skálában és hosszabb időintervallumban. Hol szerveztétek meg helyileg ennek, hol adtatok helyet? Az idei évi Anyateljes Világnapunk a járványügyi helyzet miatt kicsit később került megrendezésre, mint augusztus 1-e. A járványügyi protokollok és a egyéb jogszabályok áttekintése után és az előzetes felmérések után augusztus 13-án sikerült megrendezni a helyi táj- és alkotóházban a programot. Az egész napos programsorozat délelőttjén a kisgyermekes családoké volt a főszerep. A programot Ribárszky Péter polgármester úrral közösen nyitottuk meg. A nyitó beszédek után egy szál virággal köszöntöttük azon jelenlévő édesanyákat, akik az elmúlt egy évben szültek, és legalább 4 hónapos korukig szoptatták gyermeküket. A nyitó beszédek és a köszöntők után kötetlen programsorozat kezdődött. A tájház udvarán lehetőség volt 3-10 éves korosztályú gyermekek számára ügyességi vetélkedőken való részvételre, valamint a Szupi Buli rendezvények elnevezési szolgáltató által a korlátlan uráróvár használatára. Ezzel egy időben a kisebb gyermekek számára a Szonya Mesesziget tartott egy 30 perces gyermekműsort a tájház nagytermében. Mivel elég aktív programokat sikerült szerveznem, ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségű hűsítő és nasolnivaló. Később be is bizonyosodott, hogy erre nagyon nagy szükség volt. A délelőtti program zárásaként tombola sorsolásra került sor. Itt szeretném viszont megjegyezni, hogy ez a tombola sorsolás ez kicsit másképp zajlott nálunk, mint egy átlag rendezvényen szokott. Ugyanis tombola szelvények megvásárlására nem volt lehetőség, hanem minden aktív gyermek, minden gyermek, aki aktívan részt vett az előbb felsorolt programokon, tombola szelvényben részesült. Így a tombola sorsolásra minden család számtalan mennyiségű szelvénnyel indulhatott neki.
A tombolatárgyak egyik része vásárolva lett, a másik pedig felajánlásokból lett összeállítva. Itt szeretném megköszönni Danek Bernadettnek és Kocsonni Málintnak a fűnyereményt, ami egy 3 napos, 2 éjszakás pihenés volt Gyulán. Akkor tulajdonképpen a programok ezen része, amiről most beszéltél, ez a délelőtt folyamán volt az Anyateljes Világnap keretein belül, délután pedig, hogyha jól tudom, akkor Anya Wellness napot tartottatok. Mesélnél nekünk arról, hogy hogyan jött az ötlet erre az Anya Wellness napra, és hogy milyen programokat, vagy hogy kell elképzelni, mit csináltatok ott? Eredetileg egy délelőtre fókuszált volna a program, de egy nagyon vicces hangvételű Facebook poszt alapján indult meg bennem a gondolat, hogy talán délutánra is kellene valamilyen programot szervezni. Így alakult, így lett meg az Anya Wellness elnevezésű délutáni program, amely 1 órától került megrendezésre. Nyilván a nevéből adódóan itt a programsorozat az édesanyákra fókuszált. Ennek az volt az oka, hogy mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a gyermek születése után azért az úgynevezett én idő az vagy megszűnik, vagy jelentősen csökken, és szerettem volna, hogyha az édesanyák egy kicsit részesülnek ebben. Az egésznapos program délutáni részeként szintúgy kötetlen foglalkozások kerültek megrendezésre. Egy közismert kozmetikai cég termékeinek kipróbálására volt lehetőség, valamint sminktanácsadásra. Egy helyi fodrász szakember segítségével különböző hajkreációkat lehetett készítetni, hajfonás, hajvasalás, hajgöndörítésre is volt lehetőség. Továbbá egy helyi kézápoló és műkörömépítő édesanyja felajánlásának köszönhetően egyszerű manikürkészítés, illetve kézmasszázsra is volt lehetőség. Ezek a szépészeti szolgáltatások 5 óráig voltak igénybe vehetőek, ezután egy könnyed, hangvételű, kellemes amerikai vígjáték megtekintésére volt lehetőség a nagy kivetítővásznon, és a mozi hangulatot a popcorn és a jégkrém biztosította. A programot végül este 6 órakor zártuk. A képek és a visszajelzések alapján ez egy nagyon-nagyon szuper program volt, és nagyon jól érezték magukat az anyukák, a gyerekek. Lehet arról többet tudni, hogy hogyan szerveztétek meg ezt a programot, kik vettek részt rajta kimondottan a szervezésben? A rendezvény egy projekt segítségével jöhetett létre. Ennek értelmében mind a délelőtti, mind a délutáni programsorozat teljesen díjmentes volt. A program főszervezője én magam voltam, de természetesen az anyagi források mellett humán erőforrásokra is szükségem volt. És itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ilyen szuper rendezvényt tudtunk létrehozni. Személy szerint szeretném megköszönni Balogné Barta Edit védőnőnek, aki bár jelenleg Gyeden van, legkisebbik fiával, mégis segítségemre volt a délelőtti programon. Szeretném megköszönni Bora Viktória fodrásznak, aki a szaktudását alkalmazva gyönyörűkre hajkreációkat hozott létre a délutáni programon résztvevő édesanyáknak. Köszönetemet szeretném kifejezni Megyeri Anitának, aki a táj és alkotóház alkalmazottjaként volt segítségemre a helyszínen. Köszönöm Polonyi Ildikó óvodapedagógusnak, aki nélkül nem jöhetett volna létre a délelőtti ügyességi vetélkedő. Köszönöm Ribászki Annának, aki segítségemre volt az előszervezésben, valamint az egész napos program levezetésében, valamint Zsak Tíme a kézápoló és műköröm építőnek, aki szintúgy a délutáni programon volt segítségemre, és nyújtott maradandó alkotásokat az édesanyák kezén. Illetve köszönöm a Legendák Földje Alapítványának a helyszín biztosítását. Ezután a sikeres rendezvény után milyen programok várhatóak még tőletek? Az elkövetkezendő időszakban, amíg a járványügyi protokollok és módszertanok lehetőséget biztosítanak rá, továbbra is minden hónapban megrendezésre kerül a Baba Mama Klub, igaz, kisebb programokkal, kisebb rendezvényekkel készülünk. A szeptemberi klub foglalkozás egy logopédus szakember bevonásával kerül megrendezésre. A pontos időpontot, dátumot még nem tudjuk. Aki követi a Facebook csoportot, majd látni fogja a plakátot.
A koronavírus járvány elleni védekezés most szerves része az életünknek. Hat ez még mindig a munkátokra olyan szinten, mint amit a korábbi adásban beszéltünk, vagy volt-e lazítás a munkátokban, illetve ezzel kapcsolatban akkor hozzá is tenném azt a kérdést, hogy az oltásokkal mi a helyzet, hogy ott van-e változás? Korábbi adásban ugye beszéltünk arról, hogy a védőnői szolgálatot milyen változások érintették a járvány miatt. Azóta történt egy kis enyhítés a nyári időszakban, de szeptember elején ismét szigorítások léptek életbe. Továbbra is az intézménybe csak olyan személy léphet be, aki nem beteg, vagy nem produkálja azokat a tüneteket, amelyek a járványra jellemzőek. Belépés követően továbbra is mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés, valamint a szájmaszk használata. Ezután történik a tanácsadóban való ellátás. Továbbra is elsősorban a távkonzultációra kell fókuszálnunk, tehát a családlátogatásokat csak abban az esetben szabad végrehajtanunk, ha ez nagyon indokolt, ha nagyon szükségszerű. Az oltások a kisgyermekek esetében továbbra is zavartalanul működnek, tehát mindenki megkapja az életkor szerinti védőoltását abban az időben, amikor kell. Az iskolai oltásoknál vannak változások. Mivel folyamatosan figyelni kell a köznevelési intézmény eljárás rendjét, ezért a 7. osztályban esedékes Engerix-B védőoltást már a tanév első hetében beadtuk. A hetedikeseken kívül is vannak védőoltások, még amit az általános iskolába be kell adni? Igen, a 6. évfolyamnak 2 védőoltása van, szeptemberben és október hónapban lenne esedékes. Ennek a szervezése most még folyamatban van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorba, és beszámoltál nekünk az elmúlt programokról, az Anyateljes Világnapról, Wellness Napról, és hogy kicsit képet kaptunk arról, hogy most a jelen helyzetben a védőnői szolgálat munkája hogyan zajlik. Remélem, hogy fogunk még beszélgetni a műsorban, és lesz még alkalmunk tájékoztatni a tévénézőket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a meghívást. Településünk 3 szépkorú polgára ünnepelte az elmúlt hónapokban a születésnapját, akiket Kondoros város polgármestere köszöntött fel. Ribárszky Péter elmondta, megtiszteltetés számomra, hogy a közelmúltban otthonában lánya és fia társaságában köszöntöttem fel a 90 éves születésnapját ünneplő Molnár Istvánné Irénke nénit, aki kiváló szellemi frissességben örömmel fogadta a jó kívánságaimat. A múlt kedves emlékeiről, településünkről és a családról beszélgettünk, és arról, hogy Irénke néni életében mindig is meghatározó szerepet töltött be a munka, így ha teheti, minden nap tevékenykedik egy kicsit otthonában és a kertben egyaránt. Ezúton is Isten éltesse Irénke nénit jó egészségben, hosszantartó, boldog és szeretetteljes életet kívánok szerető, kedves családja körében. Szintén örömteli volt számomra, hogy 95. születésnapján köszönthettem fel Miskó Gyuri bácsit, és személyesen is gratulálhattam neki a jeleskor megéléséhez. Gyuri bácsi a tőle már megszokott korát meghazudtoló lendülettel, jókedvel üdvözölt bennünket, és fiatalos lendülettel mesélt a régi élményeiről. Kondoros város önkormányzat képviselőtestülete is jó magam nevében kívánom, hogy még sok-sok éven át élvezze Gyuri bácsi az őt körülvevők megbecsülését és szeretetét. Isten éltesse az ünnepeltet! A napokban városunk szépkorú polgárát Kergyik Pálnét is otthonában családja körében köszönthettem fel 90. születésnapja alkalmából. Megérkezésünkkor Etelka néni fiatalos lendülettel, mosolygós arccal üdvözölt bennünket, és jókedvel fogadta a születésnapi jó kívánságokat. Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül örömmel nyújtottam át az ünnepeltnek, az önkormányzat ajándéka mellett Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi köszöntő oklevelét is. Örömmel hallgattam Etelka nénit, hogy a szeretet fontosságát emelte ki, hiszen, mint mondta, a család a legfontosabb az életben, mert a családban élőket a szeretet köti össze. Ezt minden nap éreznünk és éreztetnünk kell egymással. Nem csak szavainkban, hanem a tetteinkben is. Kísérje Isten áldása a továbbiakban is, tartsa meg őt még sokáig egészségben, boldogságban, hozzon az életébe még sok-sok örömöt és derűt. Isten éltesse sokáig! Önök a Kondorosi Önkormányzati Hírek 2020. szeptemberi adását láthatták.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!